Javában melegítenek a paksi kosarasok az eszi sportcsarnokban. Az Asérnak nem megy a szekér az idei bajnokságban, jelenleg sereghajtó a tabellán. Innen kell elmozdítani a felfelé kedvenc csapatát a legendás kosarasnak, Gulyás Robertnek, akit a napokban neveztek ki a szakosztály élére. Nagy örömmel fogadtam a felkérést, de mellette kicsit szomorúan is, mert ugye valamilyen szinten azért is jött ez a felkérés, mert a csapatnak nem megy, és nagyon rossz pozícióban áll jelen pillanatban az ASEA bajnokságban. Én egész életemben szerettem volna segíteni az ASEA-t, és valamennyit visszaadni abból a 20 éves pozitív, nem is tudom minek nevezzem, abból az időszakban, amikor játékosként itt töltöttem, vagy ugye a külföldi évem alatt is hazajöhettem. Most erre megvan a lehetőségem. És ugye elszomorít egy kicsit, hogy ilyen helyzetbe kellett átvennem a stafétabotot, vagy a csapat vezetését, ami számomra teljesen elfogadhatatlan és méltatlan az ASEA-hoz. Az első lépések mindenképpen azok lesznek, hogy megpróbáljuk stabilizálni a csapatnak a környékét, és megpróbáljuk olyan változásokat eszközölni, amik el tudunk mozdulni a tabella legutolsó helyéről, és minél előbb elhagyni azt a részt is, ami akár még a playoutot eredményezheti. Ehhez nagyon sok munka kell, és valószínűleg személyi döntéseket is kell hozni. Ugye egyet már meghoztunk, ugye Cleveland elment, ő a továbbiakban nem tartozik a csapathoz, az ő pótlásáról már próbáljuk intézni a dolgokat. Nem egy egyszerű dolog ebben a szituációban, főleg olyan posztú játékos, mint ő találni. Igyekszünk. Aki ismer, azt ugye egyik szabálymániákus vagyok. Tehát én szeretnék lefektetni elég sok szabályt, lehet, hogy kicsit sokat is majd, de akkor, amikor egy csapatnak ennyire nem megy, minden apró szalmaszálat meg kell ragadni annak érdekében, hogy hát ha pont az a pici fog segíteni. Néztem már nagyjából a meccseket végig tudtam nézni itt ebben az elmúlt pár napban. Látható, hogy sokszor egy-két ponton múlott a mérkőzés, az nyerünk vagy vesztünk, nagyon kis nuanszokon mentek el a mérkőzések. Talán ebben fog segíteni az én szabálymániákusságom. A másik, mindenképpen szeretném megerősíteni bennük azért az önbizalmat is. Én tudom, hogy a játékosok, hogyha 8 vereséged van 10 mérkőzésből, akkor elveszítik az önbizalmukat. Hát a legfontosabb momentum, hogy nyerjünk meccseket. Tehát az a legfontosabb, az összes többi nem számít. Tehát most lesz december elején ugye a Debrecen, Nyíregyháza, Pécs első 3 mérkőzés, ugye azzal zárul az első kör, ha jól emlékszem. Ott azokon a mérkőzéseken legalább 2 meg kell nyerni. Azzal el tudunk indulni, az már lehet egy alap a következő időszakra. Számomra semmi más nem elfogadható. Tehát győzelem nélkül nem tudunk elindulni. Lehet itt szép szavakat mondani, lehet dicsérni játékost, lehet elküldeni játékost. Mindent lehet, de ha nem nyerünk, akkor semmi értelme az egésznek. A legfontosabb cél most elkerülni a play-out zónát is, mondja az újdonsült szakosztályvezető. Gulyás Robert számára fontos a kommunikáció is, és mivel szükségük van a szurkolói támogatásra, már szurkolói ankétot is hirdetett. Most a válogatott miatt hosszabb szünet van a bajnokságban. Az ASE december 11-én fogadja a Debrecent a szekszárdi sportcsarnokban. Információink szerint december közepén ismét az ASE sportcsarnokban edzhet a csapat, mely már a felújítás végéhez közeledik.